Na, sziasztok! Sokan panaszkodtok arra, hogy ugye a Facebookotokat feltörik, mint ahogy itt van ez a László Ricsi nevű felhasználó is. Egyébként üdvözlöm, hogyha ezt a videót látja. Látjátok, itt is kiírta, hogy valaki feltörte a Facebookját. Na szóval, ha ezt a dolgot el szeretnétek kerülni, hogy ilyen ne történjen veletek, mint például vele, akkor van egy egyszerű megoldás. Bementek ide a beállításokba. Itt van egy ilyen, hogy biztonság. A biztonságon belül van egy ilyen, hogy belépési figyelmeztetések. Ez ugye be van kapcsolva alapból nekem. Értesítést kérek, illetve e-mail címre is rögtön kérek. Valamint ugye a két lépcsős belépés, ami a fontos lenne mindenkinek, akinek van Facebook fiókja egyébként. Itt be kell állítani egy telefonszámot, amit használunk, és hogyha bárki be akar lépni az e-mail és a Facebook fiókunkba, ha tudja a jelszavunkat, akkor sem fog neki sikerülni, mert hogy először kapunk egy SMS kódot, amit meg kell nekünk adni a belépéshez. Tehát ugye ezt mindenféleképpen meg kell, hogy csináljátok. A másik lehetőség a kódgenerátor. Ez is jó dolog, de ez könnyen ki lehet játszani, tehát ennek a használatát hát javaslom is, meg nem is. Tehát inkább ez a két lépcsős dolog, ami lényeg, ez az SMS értesítés. Ezt be kell állítani mindenkinek, akinek van a Facebookja, és így senki más nem tud rajtunk kívül belépni a fiókunkba. Ezt szerintem csináljátok meg. Na, köszönöm a figyelmet, és a László Ricsinek pedig üzenem, hogy szerintem ő is ezt csinálja meg, és nem fog senki más belépni a Facebook fiókjába. Sziasztok!